Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! Egy 15 millió forintos pályázat pozitív elbírálásában bízik Lápa fő önkormányzata, amelyet beltéri utak karbantartására adtak be. De addig sem áll meg az élet, hiszen igen népszerű a zöldség és gyümölcs termesztés, valamint feldolgozás a településen. A közmunkaprogram jelenleg 6 főnek biztosít megélhetést, a munka eredménye pedig egészséges hazai élelmiszer, amely nem csak a Lápa fői családok asztalán kap helyet. Nemrég beért a zöld borsó ezen a lápafői területen, és a földi epertermés is igazán jól sikerült idén. A községben sikeres a Start közmunkaprogram, amely 2015 óta Kirtyán Károly irányítása mellett működik. Ekkor közel 15 ezer palánta számára melegházat építettek. Aztán később a munkánkat elismerte a belügyminisztérium egy 7 millió forintos többlet rendelkezésre bocsátásával, amiből 6 darab, többek között 6 darab fóliaházat építettünk, és most ott is folyik a termelés, uborkát, paradicsomot, salátát, paprikát termelünk benne. Az idei évben nagyon szép korai termést tudtunk betakarítani földi eperből, illetve az első kisebb táblából, zöld borsóból, ami éppen most érett le. Erről körülbelül 300 kilónyit tudtunk betakarítani, de már a következő új vetés is intenzíven kezd növekedni, úgyhogy 2 hét múlva ott is már újabb borsók fogunk születelni. A polgármester munkatársaival együtt megállapította, hogy mely növényeket érdemes a szabadban, és melyeket melegházban vagy fóliasátor alatt termeszteni. A szabad téren többféle, szinte majdnem minden kertészeti terméket termelünk, beleértve 4-5 fajta paprikát, jelentős a fűszerpaprika termesztésünk, amúgy burgonyát, hagymát, sárgarépát, fehérrépát, kelkáposztát, karalábét, kelbimbót és kisebb mértékben csemege kukoricát termelünk. Hát igyekszünk kihasználni a fóliasátor adta lehetőségeket, a hideghajtatásban leginkább hagymát szoktunk elsőre ültetni, mert azt nem növesszük teljes mértékig, mint a szabadtéri, és abból gyöngyhagymát készítünk, ami a savanyító kisüzemünkbe kerül feldolgozásra. Szabadtéren nem tudnánk ezt elérni, mert a kísérletezéseink során a magból vagy nem kelt ki rendesen a gyöngyhagyma, vagy pedig olyan nagy hagymák lettek, amit már nem lehetett ott felhasználni. Így az idén ezt próbáltuk ki, és úgy néz ki, hogy be is jön. Az 1 hektáros terület mellett rendelkeznek egy körülbelül 120 négyzetméteres melegházzal, valamint 6 darab fóliasátorral is. A közmunkaprogram keretében szinte minden géppel, amire szükségünk van, rendelkezünk. Van egy kis kínai traktorunk, van hozzá talajmarónk, ekénk és burgonyavetőgépünk, burgonya betakarítógépünk, tehát gyakorlatilag kis kerti motoros kapánk, azon kívül hát természetesen a kézi munkaerő. Az önkormányzat jelenleg 5-6 közmunkást foglalkoztat, de a növénytermesztésen kívül ők látják el a településen többek között a fűnyírást is. A polgármester elmondta, több helyen, fórumon is kialakult már a vevőkör. 2016-ban sikerült összehoznunk egy kis zöldséggyümölcs feldolgozó üzemet, ahol szörpöket, lekvárokat és különféle savanyúkat, csalamádét készítünk. A legjobban kedvelt termékünk az két félét tudok felsorolni, az egyik a káposztával töltött uborkánk, a másik pedig a óriás cseresznye paprika van, szintén káposztával töltve, ami sláger. Most ezeket gyakorlatilag a ismeretség útján értékesítjük, a nagyobb részét éttermek hordják el, és részt szoktunk venni a dombóvári karácsonyi vásáron is bemutatóval, illetve ott is helyben lehet vásárolni. A község kapcsolódott a Dombovári Kosár elnevezésű internetes vásárlói körhöz is. Így már szinte minden megtermelt árunak megvan a helye, nincs felesleg. Ez a tendencia és a nagyfokú érdeklődés bíztató a jövőre nézve, mondta el Kirtyán Károly.
A Magyar Falu program keretében az elmúlt héten adtunk be egy pályázatot, egy 15 millió forintos kerettel kiírt belterületi utak rendezésére szóló pályázatot, amelyben egy nagyobb traktort hozzá olyan felszereléseket igényeltünk, amellyel a árkainkat, útjainkat el tudjuk léderelni, illetve ki tudjuk ásni, pucolni, tisztítani, de ezzel a géppel ma már meglévő egyéb eszközeinket is, mint talajmaró, akkor a rézsűkaszát is tudjuk majd működtetni. Hát per pillanat reménykedve várjuk, hogy hogyan döntenek majd fölül, és hozzájutunk-e ezekhez az eszközökhöz, vagy sem. A kitartó munka eredménye egészséges, friss, helyben termelt élelmiszer, amely a jelek szerint nem csak a lápafői lakosok asztalára kerül, hanem a környékbeli családok is szívesen fogyasztják. A ballagó nyolcadikosokkal együtt búcsúzott igazgatójuk is Döbrökközön. Andikné Schmidt Mária 40 éve tanított az általános iskolában, és egy olyan osztállyal ballagott, akiknek tanítójuk is volt. Feldíszített osztály, ünneplőbe öltözött gyerekek. Visszafogott körülmények között zajlott le az általános iskolások ballagása Döbrökközön. Márciustól kialakult helyzet nagyon nehéz volt. Egyik pillanatról a másikra megváltoztatni az oktatási formánkat. Nem találkozhattunk minden nap a gyerekekkel. Gyerekek elszakadtak egymástól, a tanáraiktól, de nagyon gyorsan alkalmazkodott mindenki ehhez a helyzethez. A pedagógusok online oktatásba kezdtek, a diákok is ezt a formát nagyon hamar megszokták, hiszen ők talán még rugalmasabbak is, mint mi, hiszen fiatalok, nekik az online világ már egy természetes közeg. A végzősök a továbbtanuláshoz szükséges jelentkezési lapokat már a vészhelyzet kialakulása előtt elküldték. Mindenki felvételt nyert az általa választott középiskolába. A napokban már a beiratkozások zajlanak. Talán a szülőknek volt nehezebb, hiszen őrájuk sokkal nagyobb teher hárult ezekben az időkben, hiszen többen otthon dolgoztak, és otthon tanítottak is. Mert azért főleg az alsó tagozatosoknak, a kicsiknek nehéz volt egyedül tanulni. Nekik nagyon kellett még az anyu, hogy segítsen, akár a házi feladatírásban, akár olvasásgyakorlásban. Tehát én azt gondolom, hogy nagy köszönettel tartozunk a szülőknek, akik ebben a hosszú 2,5 hónapban valóban oda kellett, hogy üljenek nap mint nap a gyerekek mellé. És a tanítónéni, az online tanítónéninek segíteni az otthoni valós világban. A mostani egyébként is rendhagyó ballagás Andikné Schmidt Mária tagintézmény vezető számára azért is volt különleges, mert ő is búcsúzott az iskolától. Igazából nekem is ez volt az utolsó ballagásom ebben az iskolában. Én itt voltam általános iskolás, amikor végeztem a főiskolát, ide jöttem vissza tanítani, és 40 év óta tanítok ebben az iskolában. Hát természetesen nagyon szeretem ezt az iskolát, hát az életem volt ez az iskola. És hát most azért kicsit fáj a szívvel. Búcsúzom. És ezzel az osztállyal, akivel most elvallagtam, gyakorlatilag elsőtől együtt vagyok, mert őket tanítónéniként első osztályban tanítottam, illetve egész alsó tagozatos korunkban matematikára, tehát velük elég szoros kapcsolatom volt, és most nagyon örülök, hogy velük együtt búcsúzhattam, és annak ellenére, hogy egy ilyen visszafogott ballagásban, de azért mégiscsak sikerült elbúcsúznom tőlük, és talán azért is örülök neki, hogy ezt a fajta engedélyt megkaptuk, hogy visszajöhessünk az iskolában, és tényleg itt az iskolában, ebben a környezetben búcsúzhassunk el egymástól, meg az iskolától. Az új összetételű értéktárbizottság 2015. január 10-én tartotta első ülését, melynek döntése értelmében 55 elem került a Dombóvári értéktárba. A büszkeségek sorában olyan, csak a városra jellemző termékek, személyek kerültek, mint például a Magyar Termék Nagydíjas, Magyar Rapszódia Desszercsalád, a Gunarasi Gyógyvíz vagy az Aranylabdás Buzánszky Jenő.
5 éve nagy lelkesedéssel kezdett munkába a megújult összetételű Dombovári Értéktárbizottság. Az első ülést hamarosan újabb követte, így mindjárt több mint 50 elem került az értéktárba. Az értékek különböző kategóriák szerint vannak rendszerezve. A legvastagabb egyébként, ha lehet így mondani, a kulturális örökség, hiszen abban azért nagyon sok minden belefér. Ide tartoznak például a korábbi itt élt, vagy innen elszármazott művészek, mint például Marcell György, Sarkantyú Simon munkássága, vagy Bernát János munkássága, tehát elsősorban itt a képzőművészekre gondolok, de ide tartozik akár a népművészet is. 25 épület került be az épített környezet kategóriába. Ezeket az épületeket ellátták információs táblákkal is. Ilyenek a különböző felekezetek templomai, egyes oktatási intézmények, vagy a városképet jelentősen meghatározó épületek. Tehát az egészség és életmód kategóriában tulajdonképpen egy választott értékünk van, Gunaras, ez ugye a város nagy büszkesége, hiszen 1973-ban nyitotta, 73 májusában nyitotta meg a kapuit, és ami az érdekesség, hogy ez teljesen dombovári eredmény összefogással valósult meg, és amit érdemes kiemelni, hogy akkor ugye 8000 kereső polgár élt itt a városban, és ebből 7216-an egy napi fizetésüket adták oda, ezen kívül téglaegyeket is vásároltak, és társadalmi munkával is hozzájárultak, hogy megépülhessen ez a fürdő. Agrár és élelmiszergazdaság kategóriában a Magyar Rapszódia termékcsaládot emelném ki. Gábor Sándor mester cukrásznak a kreálmánya tulajdonképpen rengeteg elismerést nyert, és hát tulajdonképpen nemzetközi szinten is ismert termékről van szó. Aztán itt van a Dűri konzervgyár, időben ugye vissza kell ugranunk a 20. század elejére, Dűri Etelka nevéhez, aki először keftelésből kezdett tulajdonképpen befőttek, illetve gyümölcskandírozással foglalkozni, és ez később egy RTV nőtte ki magát, még a tengeren túlra is szállítottak termékeket. Aztán ide tartozik még a városban ugyan elég ismert ásványvíz, ami Karász Imre nevéhez köthető. Róla érdemes tudni, hogy nagyapja kezdett a szikvízkészítéssel foglalkozni 1942-ben. Ő vette át ezt a hagyományt, egy ideig még másodállásban, hiszen testnevelő tanár volt, utána pedig folytatta ezt a családi vállalkozást. Én azt gondolom, hogy ez a termék, és utána később a szikvíz mellett ugye a saját terméket és az akvadombot is a piacra dobta. Ez a mai napig nagyon népszerű. Lehetőség van a dombovári értékeket megyei szintre emelni. Amennyiben a Tolna Megyei Bizottság érdemesnek találja a Dombovári Értéktár által felterjesztett értéket, az bekerülhet a megyei közkincsek sorába. Így került a megyei tárba a gunarasi gyógyvíz, a Kossuth-szoborcsoport vagy a gólyavár. A megyei kincsek akár országos értéke is válhatnak. Hungarikum, ugye vannak hungarikumok, ezt sokan tudjuk, oda azért nehéz bekerülni, tehát ez egy piramisos rendszer, gyakorlatilag bárki felterjeszthet, akár mert egy helyi értéktárban is, ott a bizottság eldönti, ez megy följebb a megyei értéktárban, ezen kívül e fölött van még egy ágazati értéktár. Ha ott úgy döntenek, hogy ez feljebb kerülhet, akkor van még egy értéktár, ami tulajdonképpen a hungarikumok előszobájának tekintenek. Nagyon sok érték ugye itt tulajdonképpen megáll, és hogyha ezek közül a Hungarikum Bizottság elé kerül, és ők úgy döntenek, hogy ez még feljebb kerül, akkor lehet csak Hungarikum, de hát mondjuk itt nagyon sok kritériumnak kell ahhoz megfelelnie. A Rákóczi túrosra gondoltunk itt több mindenki, hiszen Rákóczi túros kapcsán Rákóczi fejedelem vagy a Rákóczi család valamelyik jeles tagja jut mindenkinek az eszébe. Kevesen tudják, hogy itt az Újdombovárhoz tartozó Felső-Lepert pusztán született Rákóczi János 1897-ben, és tulajdonképpen mint egy meseszerű történet, mert mondhatjuk, hogy cseléd sorból lett a nemzetközi konyha ismert szakácsa és cukrásza is. Az értéktár munkáját számos dombovári lokálpatrióta segíti. Erki Nagy Tibor tipográfus, helytörténész, Takács Istvánné helytörténész, nyugalmazott középiskolai tanár, Gábor Sándor okleveles cukrászmester, Papné Farkas Gabriella tanár, Harangozó Éva helytörténész, Bán Emma könyvtárvezető. A bizottság nemrégiben újabb elemeket vett fel a gyűjteménybe. 3 napi rendi pont volt, ebből mondjuk 2, ami lényeges. Egyrészt voltak elmaradások, tehát voltak olyan értékek, amelyet korábban elfogadtunk, de a városnak van egy honlapja, és ott szerepelnek az értéktár által elfogadott helyi értékek. Na most oda ezek még nem kerültek föl. Ezek 2015-től 2018-ig lettek elfogadva, most kiegészítettük őket, tehát egyrészt tartalmasabb lett ez az anyag, ezt fogadtuk el, tehát ez fog hamarosan felkerülni, illetve a 3 olyan érték, ami korábban itt már a gyűjteményben is szerepelt, 2 személynek a munkássága, az egyik Csermária,
népi iparművész, pedagógus tanító, a másik pedig Élő Lajosné, Rózsika néni, aki sajnos a tavalyi évben hunyt el, ő is népi iparművész szakkörvezető volt, mindketten nagyon sokat tettek a kaposmenti fehér hímzés és általában más hímzés kultúráknak a terjesztéséért. Tehát ő ez a két személy, akit mindenképpen most elfogadtunk, és a harmadik pedig Koncz András, a helyiek által ismert fényképész, aki műtermében művészi kiviteli fotókat is készített. A kulturális örökség részeként nagyon fontos a város szempontjából a Kossuth szoborcsoport. Ugye tudjuk, hogy 1927-ben avatták Budapesten, Kalandos úton az 50-es évek végén Antal István tanácselnöknek köszönhetően ide került, aztán megint csak itt még nem találták a helyét, de a lényeg az, hogy meg lett mentve ez a szoborcsoport, és 1973-ban lett felállítva a város nagy büszkesége, hiszen itt maradt a városunkban, és egy másolatot lehet tulajdonképpen megtekinteni a parlamentnél. Ami az értéktár munkáját illeti, egy fontos vagy egy kiemelt feladatunk lenne az, hogy a lakosság egyáltalán jobban tudjon erről az értéktárról, hogy tulajdonképpen mi ez, vagy hogy hogyan csatlakozhat ehhez. Tehát én fel is hívnám a figyelmet arra, hogy aki úgy gondolja, hogy olyan értéket lát a környezetében, lehet akár egy régi épület, annak egy részlete, vagy egy olyan személy, akiről esetleg mi nem tudunk, nyugodtan terjessze fel a bizottsághoz, tehát mi szívesen veszünk minden ilyen felterjesztést, illetve hát szeretnünk volna az idén a múzeumok éjszakáján egy ilyen értéktári kiállítást megnyitni. Ez sajnos a körülmények miatt elmarad, de biztos, hogy később megtartjuk, aminek az lett volna a célja, hogy egy kicsit életet vigyünk ebbe, tehát ilyen standszerűen elhívtuk volna azokat a személyeket, akik bent vannak. Lásd, gondolok itt az Akvadumbóra, gondolok a Magyar Rapsződre, a Teszter családra, vagy akár a Rákóczi túrósra, vagy a Homeláb 4 számítógépre. Tehát egy kicsit életet vinni, egy ilyen bőrzeszerűen, akár egy ilyen kimigyűjt kiállítással is ki lehetne egészíteni. Ezt mindenképp szeretnénk a jövőben megvalósítani. Szeretnénk, hogyha a lakosság aktívabb résztvevője lenne az értéktár munkájában. A Dombóvári Sportiskola Egyesület tagjai is szépen, lassan, fokozatosan visszatérnek a Farkas Attila úszodába a járvány enyhülését követően. A civil szervezet vezetője, edzői és minden érintett nagyon várja a sportkomplexum megépítését. Korábbi adásunkban részletesen foglalkoztunk már azzal, hogy hamarosan nagy munkálatok indulnak a Dombóvári Sportiskola házatáján. A 70-es évek óta működő egyesület főbázisa, az úszoda, megszámlálhatatlan gyermek úszás oktatásának adott helyet. A sportiskola arra volt predesztinálva, hogy az egész sportolást, ami Dombóváron van, úszás, futás, lövés, egyéb sportágakat összefogja. Ez az egész ugye az úszoda névadójának, a Farkas Attilának a nevéhez fűződik. Farkas Attila után volt az igazgatójának a Dombóvári Sportiskolának a Fehérvári Tamás, és a Fehérvári Tamás után volt a Fazekas Gáspár. A Fazekas Gáspár igazgatósága után átkerült az egész a gimnázium hatásköre alá, és itt ugye az igazgató Boldog Zoltán volt, a Boldog Zoltán vette át ennek az egésznek a vezetését. A több sportágat is átölelő intézmény Kőszegi György vezetése alatt 1996-ban vált egyesületté. Jelenleg Zemán Zoltán tölti be az elnöki szerepet. Három szakosztálya van, van egy úszó szakosztály, van egy ötös szakosztály, és van egy szenior úszó szakosztály. A szenior úszó szakosztály 6 főt tart magába. Ezek jellemzően ilyen 40 és 55 éves urak, akik versenyszerűen űzik ezt a sportot, versenyeken indulnak, és ugye a pontszámaikat a úszó szövetségen keresztül nekünk hozzák. Aztán van ugye az úszó szakosztály. Itt 130 gyerek úszik a következőképpen, hogy jelenleg a Farkas Attila úszodában 5 csoportban kisebb-nagyobb különbséggel ilyen 18-20 gyerek úszik. A1 vagy A csoport, B1 csoport, C, D1 és D2 csoportban. Ez a 6 éves kortól a 14-15 éves korig történik, és van egy tanmedencénk, az pedig a Szivárvány óvodában van, ahol mintegy 30 kisgyerek, ami 2 évestől 5-6 éves korig tanítjuk meg nekik, illetve edzőink segítségével a vízbiztonságot. A sportiskola fő irányvonalát adó úszásoktatás helyben zajlik több edzővel. Az öttusázó fiatalok Kaposváron sajátítják el a vívás tudományát. Jelenleg ugye a Makatics Péter, mint vezetőedzőt alkalmazzuk. Van a Fehérvári Róbert, a következő csoportnak az edzője, tehát visszamegyek a nagyoktól visszafelé, utána van a Fehérvári Levente,
aki a kicsik úszás oktatásával foglalkozik, és a Makatics Péter bevállalta még, hogy a Tammedencébe a piciknek a oktatását is csinálja. Helyettes edzőként pedig Nagy Rolandot emelte ki a sportiskola elnöke. Zemán Zoltán beszélt még az egyesület anyagi hátteréről is, mint megtudtuk, a nevezési díjakat, a mezeket, a vívás és a lövészet kellékeit, mint az egyesület finanszírozza. Mióta az új polgármester úr van, jó az együttműködés a várossal, segítik a munkámat, illetve az egyesület munkáját. Aztán továbbá támogat az úszószövetség, nagyon jó a kapcsolat, az úszószövetség ugye Vladáról is minap volt itt nálunk az új úszoda témájában. Aztán az ötös a szövetségtől kapunk támogatást, szintén jelentős támogatást kapunk, talán az összes közül a legjelentősebbet. Az ötös a szövetség újította fel a konditermünket is, ahol a lövést gyakorolják a gyerekek, illetve szárazföldi edzéseket csinálnak, valamint ugye az ötösában 20 gyerek elég kiemelkedő teljesítményt nyújt országos viszonylatban. Ahhoz képest, hogy egy ilyen, illetve hát nem minősíteném, de az úszoda körülményei ennyit engednek meg nekünk. A hamarosan megvalósuló nagyértékű beruházás, a sportkomplexum létrehozása régi álma a városnak. A megvalósításra azonban csak most kerülhet sor. Látványtervek már a régebben készültek az új korszerű buszodáról. Pályáztunk is, mint ahol most állunk, ugye 2 éve adtuk be ezt a pályázatot infrastruktúra fejlesztésre, ezt az edzői öltözőt kaptuk, úszószövetség és az EMI által. Aztán pályáztunk a tavalyi év során a 4 új rajtkövet, kaptuk az úszószövetség és az EMI segítségével, és ugye kimondatlan álmunk volt egy új úszoda, amire most elvégleg a kormányzat, illetve Potápi úr segítségével a város szert tehet. Az úszoda egy komplexumot rejt magába, ami a részünkre egy 6 pályás versenyúszoda, 25 méteres, és mellette egy tanmedencével. És elvileg ez a komplexum egy régiós szabadidőközpont lenne, sporti szabadidőközpont, amiből lesz a lőtér, aztán tekepálya, és elvileg egy kosárpálya is. Makatics Péter nem régóta edzi az úszókat, de már számos sikert tudhat magáénak. Ez a második szezon, amit a Dombóvári Sportiskola Egyesületnél. Tavalyi szezon az első, amit itt töltöttem, az nagyon jól sikerült, jobb is volt, mint amire számítottam. 5 tusa sportágban, illetve úszó sportágban is nagyon szép sikereket értek el a gyerekek. Magyar bajnoki dobogós helyezéseket, diákolimpián is nagyon jól szerepeltek. Hát ebben a szezonban is nagy reményekkel kezdtük el a munkát, és az eredmények arra is tendáltak, hogy felül tudjuk múlni az előző szezon eredményeit is. De ugye sajnos jött ez a vírushelyzet, ami azt jelenti, hogy 2,5 hónapja nem voltak vízben a gyerekek, ez ugye úszóknál nem szerencsés. Próbáltuk ilyen Skype segítségével, ilyen szabadtestülős gyakorlatok sorokkal mozgásban tartani őket, ami nyilván nem ugyanaz, mint az úszodai munka, de azért én azt gondolom, hogy sok haszna volt. Hát a nagy kérdés az, hogy igazából jelen pillanatban mire is készülünk. A versenyrendszer per pillanat szünetel. Nem tudjuk, hogy mikor lesz legközelebb verseny, ha lesz, akkor milyen feltételek mellett lesz megrendezve. Én azt gondolom, hogy szeptember vége előtt nem valószínű, hogy versenyekben kell gondolkodnunk, úgyhogy így azért egyrészt nagy a bizonytalanság etéren, és ezért nehezebb is ugye célokat megfogalmazni, illetve felkészülést irányítani, viszont másrészt meg olyan szempontból jó, hogy nem kell kapkodnunk. Tehát van mindenre sokkal több idő, mint ami egyébként lenni szokott, úgyhogy én azt gondolom, hogy valahol a szerencse is, meg szerencsétlenség is, mert akinek voltak hiányosságai, most bőven van idő bepótolni, akinek valami jól ment, akkor ezt lehet tovább csiszolni, úgyhogy igazából van ennek jó és rossz oldala is. Péter üdvözli az országos kezdeményezést, amely arra irányul, hogy minden gyermek szerezze meg a vízbiztonságot, még akkor is, ha nem válik belőle sportoló. Ugye a Magyar Úszószövetségnek van ez a Minden Gyermek Tanuljon Meg úszni programja. Ez országos szintű lefedettséget jelent,
igazából ez ugye azt sugallja, amivel én maximálisan egyet is tudok érteni, hogyha nem is lesz versenyző az adott gyermekből, de szerintem a mai világban, amikor ugye főleg a nyári időszakban arról szólnak a híradók, hogy sajnos a Balatonban ilyen baleset történt a vízben, meg olyan baleset történt a vízben, akkor szerintem az alap dolog, hogy a úszni megtanuljon. Aztán az, hogy utána a gyermek, szülő úgy gondolja, hogy van-e affinitása az, hogy ő versenyző legyen, ez egy másik kérdés. Ha nem, és csak lejár hozzánk úszni, egészségesen és hasznosan eltölti az idejét, természetesen annak mi is örülünk, ő pedig nyilván hasznosan használja fel azt az időt, amit itt az úszodában tölt el. A remények szerint erre nagyon jó lehetőséget fog biztosítani a megújuló épület együttes, és még több dombovári és környékbeli fiatal jár majd ide szabad idejében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!